Szevasztok, Jupi vagyok, folytatjuk a challenge-et, a februári challenge-et, mégpedig Len Jeanette-tel. Ugye előző ládanyitásos videóban kinyitottuk ezt a csodálatos kromatik karaktert, és most őt fogjuk letesztelni, kipróbálni minden pályán. Ez a terv. Hát majd meglátjuk, hogy mit hozunk ki belőle. Nem játszottam még vele úgy, hogy ez az első, úgyhogy kíváncsi vagyok. Aha! Nagyon gyorsan meg tudunk halni, ez az első tapasztalat Jeanette-tel. A második az, hogy már kaptunk is egy gólt. Ugye bukjuk, mint a szart. Annyit tudtam egyenlőre, hogy ez így nyúlik. Kíváncsi vagyok, hogy a... Aha. Hát csak... Hogy teszteljem le? Köszi szépen, ha feliratkoztál, király vagy. Szóval, ha nyomod folyamatosan ezt a dollogot, ezt a lövés dollogot, repüljünk el, mint a kismadár. Szóval, ha nyomod folyamatosan a lövés gombot, akkor nyúlik a lőtávja. Viszont nem tudom, hogy sebzésben többet jelent, ha nem. Jó, szóval, ha közel vagyunk, ugyanannyi sebzünk, mintha távol vagyunk. Nyilván ti tudjátok, mert okosak vagytok, mert megvan mindenkinek. Nekem új. Én most tapasztalom kifele. Hát, ha valaki még most szeretné kinyitni, és nem tudja, hogy miről van szó. Közben nyertünk. Mindegy, most itt nem ez lett volna a lényeg, hanem az, hogy kinyissuk a izét. Kipróbáljuk a karaktert. Na mindegy, ez volt a Mystery Mode. Nézzük meg, mi a következő. Hát, showdownozni fogunk szólóban, hát már egy kicsit jobb időnk lesz rá. Szóval ugyanannyit sebzek, hogyha közel vagyok, mint hogyha távol vannak. Viszont kell neki idő, még megnyújtja a lövését. Így. Viszont így csökken a hatótávja, de látjátok, ugyanannyi a sebzés nagy távval, mint kicsivel. Na másképp nem tudom ezt megfogalmazni, hogy jó legyen. Hát, érdekes egy karakter. Nagyon jó. Jó, persze. Majd mindjárt megvárom, míg megölsz. Majd a Bea mindjárt megöli, vagy mi ez. Köszi, köszi, köszi. Szépen megöljük. Hát... Nem tudom, most azért nem dumáltam egyébként, mert próbáltam volna itt tesztelni. Szerintem nem jó karakter. Már átkoztok, megfele megfullok. Hát vegyesek az érzelmeim, mit nem mondjak. Nagyon sok karaktert nem szeretek egyébként. Szerintem ez is köztük lesz. Érdekes ez a... Nyújtom közelre, meg ez gyengék, amúgy nagyon gyengécske. Közelre lehetett volna egy olyan dolgot, hogy közelre egy kicsit OP-ba sebzés, mit tudom, plusz 100-zal vagy 200-zal. Mondjuk ez a repülés, ez szerintem menekülésre nagyon jó lesz. Nagyon bénák még most az ellenfelek, ugye nulla kupával kezdtük, és már szereztünk is 10-et. És hát 8-at az előbb, úgyhogy 18-at. Hát nem tudom. Nem az én karakterem lesz. Biztos tudni kell vele játszani, mint mindegyik karakterrel, de szerintem ez egy szar. Ha már kigondoltam, szerintem ez egy nem jó karakter. Mindegy, nézzük meg duóban, mit fogunk tudni kihozni a meccsből. Hát a duóban ügyesebbek vagyunk. Szóval én úgy csináltam volna ezt, hogyha már nyújtja itt a lövés meg, akkor közelre kicsit többet sebződni, mint 200-as. Sebzett volna 1500-t, nem 1300-at. És ugye messzire is ugyanannyit. Messzire meg akkor sebezne kevesebbet. Jó, már most azért sebzünk ennyit, mert van power cube-unk. Na, ez már megdöglik. Viszont közelre nem erős. Azt kell, hogy mondjam. És nagyon kevés az élete. Ez a tapasztalatom így elsőre. Egy bull ellen, hogyha ez egy normális játékos lett volna, már régen meghaltam volna. Szóval nagyon kevés az élete, közelre nagyon gyengén sebez, és szerintem ennyi. El tud repülni, ez egy pozitív dolog, hát nyilván valami pozitívnak is kell lenni. Elrepülünk, szájjel kismadarat énekeljük közben a Republiktól. Hát, igen. Ezt elég lesz felpusholnom, srácok, ezt a karaktert. Mit nem mondjak, hát nem lesz a kedvencem. Jó, hát szerintem így ennyi. Maradjunk itt a meccseknél, nézzük meg a többinél mit fog tudni kihozni. Nézzük a showfrál után mi következik, ha jól emlékszem, Gamgrab, így is van. Van is belőle küldi, úgyhogy szuper. Nem az én karakterem lesz Jeanette.
írja le az a nevét kommentbe, vagy írja le annyit, hogy én tudok vele játszani. Ki a franc tud ezzel játszani? És komolyan, nagyon durva karakter. Le a kalappal azelőtt, aki ezzel tud játszani, tényleg. És szereti is, inkább így mondom. Lehet megvan a varázsa, csak ez így első benyomásra nekem még elég rossz. Nyilván fel fogok mindenkit pusholni majd kupára, miután feliratkoztál, köszönöm szépen. Szóval mindenkit fel fogok majd pusholni kupával, hát muszáj leszek vele játszani nagyobb szinten is, ugye? És majd akkor hát, ha megszeretem, de egyelőre nem. Egyelőre nem lopta be magát Yuki szívébe ez a karakter. A Bunny sokkal jobb. Az tényleg. Mint ez a Janet. Lehet azért, mert inkább olyan játékosok, aki hagyja, hogy lőjön magától a karakterét, meg irányítani kell a lövést. Hát nem tudom, mi a szakneve annak. Já, nagyon jó hangja van. Úgyi. Milyen jó hangja van. Úgyi. Üff. Azt hittétek, belesételek a vonarba, mi? De nem, mert nagyon nubok még az ellenfelek. Hál' Istennek, mert amivel meghaltunk volna. Mint a bujkált volna valaki. Úgy is van egy bull. Mondjuk, hogyha nálunk van a 10 Power Cube, elszállunk, mint a kismadár. És akkor sima így. Power Cube, de hülye vagyok a gem. Így. Nálunk van 10 gem, és mit tudom, szerintem vagy 6 másodpercig biztos repül. Addig még be vagyunk védve, én lettem a star. Nem is gondoltam volna, hát 5 win kell hozzá, meg fő is szerezni ebben a pályában, vagyis videóban. Februári challenge folytatását látjátok amúgy. Már a végéhez közeledünk lassan, ugye 1-től 10-ig minden nap Brawl Stars videó. Ez volt a februári challenge. Nem hiszem, hogy lesz márciusban, nem tudom, még nem találtam ki. Kicsit leterhel ez engem, megmondom őszintén, hogy minden napra egy Brawl Stars videó, azért ez sok. Sok egy dolgozó embernek, akinek nem csak ebből áll ki a napja. Ja, ha ebből állnak ki, ha megélnék a videózásból, simán beleférne. Még egy március is, bár így is lehet, hogy belefog, majd meglátjuk. Sorry! Azt hittem, soha nem fogja berúgni. Az, hogy mi pulykáltott fenn a sarokba, gőzöm sincs az a Daryl. Hozta a színvonalat, mint ahogy általában a randomok szokták, ugye? Nem olyan egyszerű ez az irányítás amúgy. Akinek megvan Janet is játszik vele, azt tudja. Ez a repülve lövöldözöm a bombákat, nagyon jól hangzik, de egyáltalán nem egyszerű dolog, szerintem. Meg is van az 50-es küldetés, Scoopy. 10 win kell az izéhez. A prof balba. Na majd meglátjuk majd, mert biztos majd csinálom. De egyébként az a dühöngő fej már nekem megvan. Nem tudom, miért raknak be még egyszer. Nyilván másnak is meg kell szerezni, és azért. Túl van magyarázva, ennyi. Na nézzük a Hotzone-t. Hotzone nem kedvenc Scoopynak, egyáltalán nem. Hát ezzel a karakterrel érdekes lesz, főleg, hogyha van a másik oldalt egy dobálós, nem figyeltem. MZ van. Egy Shelly van. Ki a harmadik? Jaj, Barley, van dobálós, az szuper. De hál' Istennek noob. Jó, hát ez sima ügy lesz, srácok, jól van. Még pancsorok az ellenfelek, hál' Istennek, úgyhogy meg fogjuk nyerni ezt is. Van egy kupa számon nehezebb lesz, tudom. Hoppá! Pont elnyomta volna az ultiát az MZ. Hát érdekes karakter, mit nem mondjak, de el lehet vele boldogulni. Felrepülök. Aha! Így nem hatnak rám praktikái MZ-nek. Mindenki meghalt. Szóval, hogyha felrepülünk sem, hat ránk, akár ez a méreg vagy valami, amit Barley kidob. Most majdnem meghaltunk. De mindegy, már meg is van a win. Hát szerintem egyszer sem haltunk meg a karaktereink közül, és hát a csapatársaink közül senki nem halt meg. Ezt letoltuk. Simán. Hát mi van még itt? Még valamit játszunk azért. Knockt! Na ez sem egy rossz pálya egyébként, vagy hát játékmód. Ezzel ugye el lehet bohózkodni szerintem. A knokkal. Na nézzük. Watch the ready! Vagy nem tudom, mit mondasz. Jaj, kicsit elbambultam annyira, figyeltem itt erre. Ez viszont egy szar pálya. Mondjuk lövősnek való, hát meglátjuk, meglátjuk. Ne! Jól van. Hát ez necces volt, mit nem mondjak, azt hittem, hogy megdeglünk.
Bum, 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 mindjárt elszállunk, mint a kismarár. Töltődik-e? Vajon így az életünk? Ezt ki kell nyírni? Egy talár, baszki! Mindegy. Ne legyünk agresszívak. Egy gin van hátra, és itt van a gin! El is tűnt. Másik oldalt lesz te, szerencséken. Köszi szépen, ha feliratkoztál, király vagy. Na, melyik bokorba bújt? Ebbe biztos. Nem. Hol van ez a gin? Na, ott van. Torul a hurok, jön a köd. Mi ketten vagyunk, hogy egyedül meg kell nyerni. Jól van. Hú, ja, és még van egy. Azt hittem végem. De nem. A zsin. Az előbb jöhetett, ó, most őt kell megölni elsőnek. Uff! Azt hittétek. Mi van? Soha nem fogom megszokni, hogy ez közel hátra szállt séjjel. Az jó. Hol van a csapattársam amúgy? Ja, ott. Hát igen, ez necces lesz, ha vár, ha megnyered, akkor le a kalappal. Akkor küldjük neked 20.000 forintot. Mégse. Nézzük le hozzá a meccset egyedül. Nyilván nem. Huha. Meg kell nyerni! Remélem nem deglünk meg. A hülye Jim. Jó, ez az. Ezt a csint kéne valahogy kinyírni, de nincsen lövésünk, basszus. Baszki, öld meg, öld meg. Majdnem bekakáltam itt az izgalomtól. El fogja bukni. Elbukjuk és bukunk kupát, te. Vagy nem. Az előbb hárman voltak ellen, és egyet meg tudott ölni. Hát reméljük ez a ginnel csak boldogul. De legalább itt már nem botok ellen játszol, érted? Aha. Ne hagyd élni! Ne fessegessél már te! Hú, hát majdnem kupa bukás lett belőle, srácok. Hát nem mi lettünk a sztárok, de hát ez kit érdekel. Viszont Jeanette-tel szerintem kifiléztük itt az összes pályát. Azaz végigmentünk mindenen, pusholtunk egy kis kupát is, úgyhogy ennyi ösztönben 9-szer szereztünk vele. Hát én ennyit terveztem volna már, remélem, hogy tetszett a videó, ha igen, illetve a like, a feliratkozás, köszi szépen, illetve a kommentbe várom a véleményetek egy Jeanette-ről. Nekem nem jött be. Írjátok le, hogy nektek hogy alakult. Van Discord csoport, Facebook csoport, link jelent van a leírásban, lehet csatlakozni nyugodtan. Köszi szépen még egyszer, hogy itt voltatok. Szép napot, jó tanulást, jó pihenést, vagy ami éppen jön nektek, legyetek jók, aztán császtok.